Sándor. Petőfi Sándor. Petőfi Sándor. Petőfi Sándor. Petőfi Sándor. Petőfi Sándor. Petőfi, 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 Petőfi. Sziasztok, ez itt a Könyvtár Írmondó, én Dénes vagyok. Én pedig Zsolti. Megtörtént a nagy nyitás, és az olvasók mellett visszatértek a rendezvények is. Az első benti rendezvény a zenei részleg megújulásához kötődik, mégpedig a hangzóna átadása, és itt ül velem, mert nem mellem szembe, de mellettem, Dénes, az új zenei részleg vezetője! Gratulálok! Szia, uram! És megtisztelő ezt hallani a feldolgozó vezetőjét! Captain Riggs! Captain Marshall! És ment a kedves, szépen belősen. Színes zenei kínálatot hallhatott a mélyen tisztelt publikum, volt itt erotikától fűtött bossanova, Klubdal Cseh Tamástól, és mivel ez a hallgató klubja, az első szabály, hogy senkinek egy rossz szót se a klubról. A klub kettes számú szabálya, senkinek egy rossz szót se erről a klubról. Ezután Dénes szólt a nagy érdeműhöz. Én is mondok már azért egy kis beszédet. Amiben elmondta a világ értelmét. És mivel nyár van, nem hagyhattuk ki a magyar tengert sem. A nyaralás messze száll, sok emlék visszajár. Hányszor elmúlt már, de újra vár a balatoni nyár. És egy igazi tábortüzes dal is elhangzott. A meghajlás külön jól sikerült. Amint látjátok, nagy sikerül volt a hangzóna átadása, ennyien nem fértek be a terembe. Az első nagy sikerű kinti rendezvényünk a Könyvtárparkban a Grecsó Kollárest volt. A dalszerző frontember Kollár Klemenc László és az író Grecsó Krisztián közös estjén előkerült ihlet és barátság, szerelmek és szeretők, maradás és menekülés, remény és lemondás. Elfogadom, fogadom, fogadom, fogadom. Régi történetek, füllett esték, adomák és legendák voltak hallhatóak. Egyetlen cigarettát szív
álmom egész életemben, mindig ugyanaz. A zenés kalandozás különlegessége, hogy Kollár Clemens László prózaíróként, Grecsó Krisztián pedig dalszerzőként is bemutatkozott. Katolikus, önerő, bár cserkész is lehettem volna, sajnos nem vár, eljövendő, már a koromnál fogva. A lényeg, amiért eljöttek a Mátra aljára, ez az üzenet volt. Nézzétek a könyvtári hírmondót! Ez volt a könyvtári hírmondó! Szevasztok!